A hús, csont, porc valóban ideális, ha ebből áll a kutya tápláléka. Nagyon érdekes kérdést feszegetünk ezzel, hiszen ha valaki fölmegy az internetre és tájékozódni akar e tekintetben, akkor azt tapasztalja, hogy szinte felrobbant a, a közösségi portálok ennek a kérdésnek a megtárgyalása során. Hiszen vannak olyan olyanok, akik azt állítják, és azt tartják, hogy a kutya gyomorbérrendszere igazából a nyers csont és a nyers hús evésére és elfogyasztására van ráállva, és kvázi ez a történelmi szerepe a gyomorbélrendszerének a kutyának gyomorbélrendszerének És mások meg azt állítják, hogy ez, és én is ezek közé tartozom, akik azt mondják, hogy a, a nyers uh, csont és hús etetés önállóan és más nem tartalmazó módon azért kevés és nem teljes értékű a kutya uh, számára. Két uh, formája bontakozik ki ennek a, ennek a uh, etetési rendszernek. Az egyik a BARF uh, rövidítést kapta, amely uh, tulajdonképpen ezt kiegészíti, tehát a húscsont, porcetetést kiegészíti zöldségekkel, illetve gyümölcsökkel, ez már nekem rögtön szimpatikusabb. A másik a prey növidítést kapta, amely megragaszkodik ahhoz, hogy csak nyers, és hús, csak nyers hús és csont etetésről beszélhessünk. Én azt gondolom, hogy a domestikációja, a kutya domestikációja során, a kutyának a gyomorbérrendszere azért jelentősen átalakult ahhoz képest, ahogy ahonnan indultunk. Tehát a ragadozó életmód, pusztán ragadozó életmód sem önállóan csak és kizárólag hús, csont, porc, etetést feltételez, hanem abban, a, abban az életmódban is kódolva van, benne foglaltatik, hogy a kutya növényi alapanyagokhoz is, részben föltárt növényi alapanyagokhoz is hozzájut a, a zsákmányállat bérrendszerének elfogyasztása során. Ha ezt tesszük alap értelmezésnek, akkor azt vonjuk le következtetésképpen, hogy azért erre is szüksége van az állatnak, tehát növényi eredetű szénhidrátokra, akár fehérjékre, illetve rostanyagokra is szüksége van a megfelelő táplálás feltételezve. Próbáljunk meg úgy gondolni erre az etetési formára, hogy azért ez egy diétás etetés. Van ennek szerepe, lehet ennek szerepe, de nézzük meg, hogy mik a veszélyei, illetve mik az előnyei. A veszélyei közül azt tudnám kiemelni, hogy a, a hús etetés önmagában az egy nagyon szűk diéta, hiszen például legfőképpen a a kálcium tekintetében egy rendkívül szegény étrendről van szó. Foszforban nagyon dús, kálciumban nagyon szegény, ráadásul ezek a szervezetben kompetitív anyagokként szerepelnek, tehát ki szorítják egymást, egy magas foszfor a szervezetben lévő kálciumat ki is szorítja. Tehát egy tartósan, csak húson tartott állat az nagyon komoly veszélyben van a csontozatának a minőségét tekintve. Ki fog örülni a a szervezetéből. Csonttal együtt etetve nyilván ez billen ez az arány, és ott talán ez helyre is képes teljes mértékben billenni. Viszont a csont etetéssel kapcsolatosan meg más egyéb problémák merülhetnének föl. Nevezetesen a kis csontok, például a, a kis csontoknak a megevése az egy ilyen, ilyen kardinális kérdés, amikor erről beszélünk. És itt egy Gondolatot szeretnék ezzel elmondani, a habzsolást, mint olyat itt mindenképpen ö, ö, szeretném felhozni. Vannak kutyák, amelyek. Ö, olyan mértékben habzsolva esznek, és ennek oka valószínűleg maga az ember, amikor olyan körülményeket biztosít az etetéshez, ami a kutya számára izgalmat hoz, vagy félelmet kelt. Nevezetesen esetleg több kutya eszik haso ugyanabból a tából, vagy akár külön tából, de egy helyen, vagy olyan körülmények között eszik az állat, ahol nincs nyugalma. Tehát biztosítani kell az etetésnél a nyugalmat, és az önálló étel, fölvételi lehetőséget az állat számára, ilyenkor meg fog szűnni a habzsolás nagy valószínűséggel, és a kis csontoknak a megrágása is sokkal jobb minőségű lesz, sokkal kevesebb komplikációt okozhatnak a hosszú csöves csontok szálra hasadása a gyomorbélrendszerben, illetve a kis csontoknak az itt ott való elakadása mondjuk a nyelőcső szív fölötti szakaszában, mondjuk Welsh vagy, vagy West Island oly gyakori. A főzött csontokról sok fórum azt állítja, hogy azok megkeményednek, és ilyen formában, amikor elpattintja, elharapja, szétrágja a kutya, akkor nagyobb valószínűséggel keletkeznek éles csontszilánkok ebből. Ez valóban így van, de ha biztosítjuk azt a tényleg habzsolásmentes, nyugalmi étkezést és lehetőséget a kutyánál, akkor ez azért ez kisebb szempont az etetés szempontjával. Túl sok hús van az étrendben, vagy túl sok csont van az étrendben, akkor mind a kettőnek van negatív oldala, mind a kettőből következhet valami. Például a túl sok csont az előbb-utóbb obstipációt, egy bérsárekedést hozhat létre, még akkor is, ha egyébként az emésztéssel semmi baja nincs az állatnak. A jó oldala ennek az etetési formának, mondjuk a bárfot tekintve, az, hogy azok az enzimek, amelyek a nyers húsban benne vannak, vitaminok és egyéb, egyéb makro elemek, azok mindenféle átalakulás nélkül egy az egyben képesek hasznosulni. Zsírban oldódó vitaminok is ilyen formában benne vannak ebben az étrendben, és itt van egy nagy ha. Abban az esetben, ha ez valóban nyers hús, abban az esetben, hogy ez nem volt lefagyasztva többszörösen is akár, mert ezek az anyagok képesek tönkremenni a fagyasztás során, és ilyen formában akkor épp úgy nincsen benne, mint ahogy, ahogy az emberi étrendben sincs a lefagyasztottban már benne, vagy minimális mértékben. Jó előnyös oldala ennek az etetési formának a rágás maga. Tehát azzal, hogy a, a csontos húst rágja az állat, ezzel a szájhigiéne irányában egy nagy lépést tettünk, és sokkal kevesebb fogkövesség és szájhigiénés probléma fog előjönni. Én azt gondolom, abból a kis rövid értekezésből is ez talán látszik, hogy nem vagyok teljesen ellene annak, hogy egy ilyenfajta etetés valaki végigvigyen, de akkor azt jól kell csinálni. Nem nagyon a fagyasztott húsok föloldásából kell ezt végrehajtani, és zöldségekkel, gyümölcsökkel egészítsük ki. Tegyünk időnként halolajat, mondjuk valamilyen jó minőségű halolajat is az étrendbe, hogy meglegyen a növényi rost, a növényi szénhidrát is, és azok a vitaminok, amelyek és egyéb antioxidánsok, amik a halolajból oly szükségesek. Ha az árakat tekintjük, és azt tekintjük, hogy nagyjából 2-3 százalékát a testtömeg össz, össz 2-3 százalékát meg kellettettettünk naponta, akkor ez az étrend nagyjából a prémium, vagy szuper prémium uh, étrend, tehát tápoknak a, a, a egyenrangú um, pénzügyi, vagy tehát a, kb. annyiba kerül, amennyibe egy ilyen táp kerül, egy jó minőségű táp kerül. Ez természetesen nagyon változik attól, hogy ki mihez fér hozzá, és hogyan tud uh, spórolni még a, a beszerzéseken, mondjuk vágóhíd, van a közelben, stb. 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 Nyilván ezen, ezen lehet változtatni, meg nyilván ez le, lejjebb mehet ez a költség, de alapvetőleg nagyjából körülbelül így kell számolni ezzel.